Pilagúria a távolban, a nagy morotva melletti sétányon, ahol a libák is szívesen totyognak a jó időben. A tó 4,5 km hosszú, 200 méter széles és körülbelül 1,8 méter mélységű. A távolban alig 3 kilométerre már a tokai Nagykopaszhegy is jól látszik, még felhős időben is. Ez a mesébe illő táj Tiszanagyfaluhoz tartozik, ahol a sétány kiépítése 2022-ben fejeződött be több mint 8 millió forintos Európai Uniós támogatásból. A településen azonban más fejlesztések is megvalósultak. Új létesítmény ettől az évtől a bölcsőde. Nagyon örülünk, hogy kis településként 12 főcsoportos bölcsődét tudtunk az előző évben átadni, és ebben az évben már egész évben működik. 2022. szeptember 1-től kezdte a működését. A költségvetés fő összege közel 615 millió forint. Ennek nagy részét sajnos a személy jellegű kiadások adják, de azért beruházás is van benne. Többek között ezeket pályázatból szeretnénk megvalósítani. Előző években is így működött ez. Nagyon szépen fejlődik a településünk. Közintézményeink mind felújításra kerültek. Újak az utaink, parkolóink, intézményeink, polgármesterhivatal, fogorvosi rendelő. Ahogy a polgármester mondta, a 2023-as költségvetés főösszege több mint 600 millió forint. Emellett pályázatok is segítik a település folyamatos fejlesztését. Jelenleg elbírálásra vár például a bölcsöde tornaszobájának kialakítása. A művelődési ház energetikai felújítása viszont már megkapta a pozitív elbírálást, így a tervek szerint idén nyílás zárócsere, valamint a padló és mennyezeti burkolat felújítása is elkezdődhet. Az idei fejlesztések közül még van nekünk olyan, hogy megvásároltunk itt a településen egy épületet, amelyből 2 darab szociális lakást alakítunk ki. Ez már hamarosan átadásra is kerül. Aztán volt a településen olyan ház, amelyiket árverezték, és nem volt tulajdonos a hozzátartozó, és azt is megvásárolt a település. És akkor hát nagy célunk ez a művelődési ház felújítás, mert ez nagyon nagy feladat. Aztán van a külterületi útfelújításunk, ami a Tisza partjára vezet le, két ágba is, és így a turisztikai fejlesztéseknek is szeretnénk eleget tenni. Nagy vágya az önkormányzatnak és az itt lakóknak, hogy a már meglévő kerékpárutakat összekössék újabb szakaszokkal. Tiszalök, Rakamaz és a 38-as főút felé is vannak még hiányzó részek, ezeket szeretnék kiépíteni a közeljövőben.